Jó napot kívánok, kedves nézőink! Az önkormányzati választásokat követően megalakult az új megyei önkormányzat is. A testület Orbán Attilát választotta alelnöknek. Most az ő vendégei vagyunk, vele beszélgetünk eddigi életéről, munkásságáról, hivatásáról és gondolatairól arról, vajon mit kéne tenni az elkövetkezendő 5 évben Tolna megyében. Alelnök úr, jó napot kívánok, köszöntöm! Köszönöm szépen a lehetőséget! Én is szeretettel köszöntöm a nézőket, és örülök, hogy bemutatkozok, kicsit mesélhetek magamról. 1973-ban születtem, Brassóban, és a Brassó megyei Apácán, Apácai Csere János falujában nőttem fel, ott jártam iskolába. Ez a barcaságnak és a Székelyföldnek a találkozója, az Olt folyó választja el ezt a két térséget, és az a jellemző erre a vidékre, hogy az én gyerekkoromban még nagy számban szászok éltek a szomszéd falvakban, Brassóban is a szomszéd falunk Magyarós volt, Vörösmart, ezek mind szász települések voltak, maguk impozáns épületeivel, emlékszem gyerekkoromban még a szászoknak hatalmas lovaik voltak, tehát érződött az a kulturális és gazdasági erő, még a 80-as években is, amit ők évszázadokon át ott a barcaságban képviseltek. És a másik oldalon ott volt a székelység, a székely falu. Nálunk a faluban mindig vita volt, hogy mi székelyek vagyunk, vagy csángók vagyunk. És sokan csángóknak tartották magukat, és a székelyek azok másképpen viszonyultak hozzánk, mint a székely többi faluhoz, de gyakorlatilag bennem úgy oldódott fel ez a kérdés. Történelmet tanulmányozva gyakorlatilag Apáca falum székely várvédőkből alakult, és akkor azt mondtam, hogy hát akkor csak székelyek vagyunk, hogyha az őseink székelyek voltak, és különben is a csángók, azokat nevezték csángónak, akik egy időre elmentek valahova a székelyföldről, elcsángáltak, és majd visszajöttek. Tehát a székelyek nem nagyon szerették azokat, valószínűleg ez a védelem és a várvédők miatt nem volt illdomos elmenni, eltávozni egy időre a faluból, és nem jó néven vették azt, hogyha valaki nem tartott ki a faluja mellett, tehát nem ott élte le az életét, de hát ez történelem, az én életem is másképpen alakult. Hogy került közel a valláshoz? 12 éves koromban akkor már birkozó voltam. Hát én amúgy is mozgékony gyerek voltam, nagyon szerettem sportolni, mai napig nagyon szeretek, futok, biciklizek, tehát szeretem a sportot. Fekvőtámaszt mindig nyomtam, tehát ilyen több százat, ez volt a hobbim, és úgy ki is emelkedtem a társaim közül ezzel. És gondoltam, hogy a sport az valószínűleg értelmet ad az életemnek, és eredményes sportoló voltam, tehát jó birkozó voltam. De hamar rájöttem olyan 13 éves koromban, hogy ez nem tesz boldoggá. És kerestem 13 évesen azt, hogy mi az, ami tényleg stabil alapot adna az életemnek, ami örömet hozna az életemben. Akkor emlékszem, 86-ban volt egy nagy kongresszus a kommunista pártnak, 12. vagy 13. kongresszus, és a világbékéről, meg a nukleáris katasztrófáról, háborúkról nagyon sok szó esett. És nagyon elbizonytalanodtam, hogy akkor milyen világban élek, most bármikor megnyomhatják a gombot az oroszok, az amerikaiak, mi valahol középen vagyunk, és aztán lehet, hogy mi isszuk meg az egésznek a levét. Tehát egy nagyon bizonytalan világban éreztem magamat, és akkor elgondolkoztam így esténként, hogy hát mi adhat ebben a nagy bizonytalanságban nekem egy kis alapot, támaszt, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha elkezdenék imádkozni, elkezdeném olvasni a Bibliát. Végül is, hogyha igaz az, hogy Isten örök és van örök életünk, akkor nincs mitől félni. És ez teljes mind a mai napig egy nagyon meghatározó pillanata volt az életemnek, és ez volt a kiinduló pont. Tehát azt is mondhatnám, hogy igazából
maguk a kommunisták, meg az ateista helyzet tolt engem oda. Nem a lelkész, nem volt a családom, nem volt egyáltalán vallásos, hanem ezek a folyamatok úgy bennem zajlottak le. Furcsa volt számukra. A nagymamám néha úgy dicsekedett is, hogy milyen vallásos a gyerek. Mindenbe belement, tehát nagy bőjt, ott nem ettem akkor zsírosat, tizenévesen, tehát nagyon komolyan akart. Mindent kipróbáltam, hogy lennék igazán tényleg Istennek kedves, próbáltam. Nagyon komolyan. Igen, tehát én úgy vagyok általában mindennel, hogy ha valamit csinálok, azt szeretem nagyon csinálni. Tehát ilyen a langymelegség soha nem volt jellemző rám. És ezt is az elején nagyon, mindig azt mondták, jó, csak nehogy túlzásba vitt. És az sokat segített, hogy éppen ezután egy fiatal lelkész, 40-valahány év után, egy fiatal lelkész került a falunkba, akkor voltam én konfirmandus, 14 éves, és egy nagyon komoly, fiatalokat felkaroló, fiatalokkal foglalkozó lelkész került oda, zenész ember, sokat énekeltünk, megtanultam én is zenélni, előbb gitározni, utána harmóniumon játszani. Volt egy zenekarunk, elmentünk más falvakba is, még kommunista időben figyelt is minket a szekuritáte. Volt, amikor beültették a bibliaóráinkra a körzeti megbízottjukat, ez már... Sajnos nem, hanem utána elmenekült, mert ez már 88-89-ben volt, akkor elég nehéz idők voltak. És emlékszem, a 89-es változáskor, amit mi forradalomnak neveztünk Romániában, Erdélyben is, volt egy ének, egy keresztény ének, amit énekeltünk, Nagy Istenem, ha nézem a világot, és ennek van egy refrénje, az a refrén, hogy mi nagy vagy te, és a változást én így értem meg, hogy mi nagy az Isten, milyen változást tud hozni nekünk, és milyen más és új életünk lesz. Azért egy serdülőnek ezt a változást megélni, azt gondolom eléggé inspiratív volt. Gondolta arra, hogy közel megy a harcokhoz? Igen, én bele is mentem, tehát amikor ropogtak a fegyverek, 16 éves voltam akkor, 89-ben, és annyira vonzott, hogy én Apácáról elutaztam Brassóba, elég kalandos volt, akkor nem, mondjuk a vonatok közlekedtek, jegycsipő nem volt meg ellenőr a vonatokon akkoriban. Elutaztam Brassóba, hogy részt vegyek én is a dolgok alakulásába, csak elég ismertem én már a várost, 2 éve oda jártam már 9-10-be iskolába, középiskolába, és az összes gengsztert ismertem a városban, és ők voltak a forradalmárok. Elfelejtettem magammal vinni az irataimat, és úton útfélen igazoltattak, egy ilyen nemzeti szallag volt a karjukra felkötve, és akkor mindenkit igazoltattak. És ez nagyon kellemetlen volt, amúgy ismertek ők is engem, ezért tudtam bizonyos részeken átjutni, de hamar rájöttem, hogy a legbiztonságosabb az, hogyha az első vonatra felszállok, és hazamegyek, mert most meghalni csak így kalandból, azt felfogtam 16 évesen, hogy nem érdemes, és jól döntöttem. De teljesen közel voltam, tehát a háború kell. A lelkület megvolt. Igen, tehát nem féltem, de azért mindig próbáltam végig gondolni a dolgokat. Mi vezette Magyarországra? Soha nem gondoltam, hogy Magyarországra fogok telepedni. Hát én nagyon tartottam Erdélyhez, és mai napig is úgy érzem, hogy nekem az életemnek része Erdély, én ma is úgy. Csak úgy tudom elképzelni a magyarországi létemet, hogy nekem egy egység, tehát nem válik szét, nem is szeretem ezt a határon túlni, meg ezek nagyon zavaró fogalmak számomra. Tehát számomra
a szívemben Erdély és Magyarország, az össznemzet az egy, tehát nincs is ilyen. De bennünk volt régebben, nekünk sok rokonunk élt Magyarországon. A második világháborúban ott volt a határ, a mi falunknál az Olt folyó volt a határ. Az anyai nagyapám az pacifista ember volt, nem szerette a háborút, és hogyha el akarták vinni az egyik részről katonának, akkor átment a másik oldalra, ott is voltak földjei, és hogyha ott szorult a hurok, akkor visszajött. Így megúszta a háborús éveket, és hála Istennek édesanyáméknak volt édesapjuk így, és felnevelte tisztességben az öt gyermeket. Nagyanyám mindig mesélte, hogy neki elég nehéz volt mindig az orosz katonákkal a lovakat, meg a teheneket megvédeni, mindent el akartak vinni. De azért nagyapa hazajött egy süldő disznóval a hóna alatt, és nem, hát a családról gondoskodott, akkor az volt a fő élelmezés. És hát nem volt ilyen szerencsés az apai nagyapám, édesapám csak 6 hónapos volt, amikor elvitték katonának és a Donkanyarba oda veszett szegény. Tehát édesapám apa nélkül, és ilyen szempontból mi is apai részről nem ismertük a nagyapánkat, és hát hiányzott is a család, ezt megsínlette. Térjünk vissza, hogy jött az ötlet, hogy mégiscsak Magyarország? Mennyire kötődik? Még azért mondjak egy-két mondatot a rokonokról, a magyar rokonokról. Hát a háború után nagyon sokan, mikor visszavonultak a magyarok, a családunk nagy része velük jött, és így a rokonságnak legalább fele magyarországi volt. Ők jöttek is gyakran meglátogatni minket Erdélybe. Hoztak nekünk, emlékszem gyerekkorom, Dunakavécs, ez nagyon nagy, sokat jelentette számunkra. Mindig, amikor Magyarországról meséltek, hogy itt vannak édességek, meg milyen kirakatok vannak, hogy gyerekként én paradicsomnak gondoltam Magyarországot. És 89. januárjában el is indultam, mert én nem szerettem a kommunizmust. Hát én éreztem már gyerekként, hogy ez nem nekem való ez a világ. És januárban, 89-ben, akkor még nem gondoltuk, hogy ilyen nagy változás következik be. Én elindultam, és Szatmár Németiben, a Szamosparton át akartam jönni 16 évesen Magyarországra. A szabadság miatt. Én azt gondoltam, hogy Magyarországon sokkal nagyobb a szabadság, mint akkor a Romániában volt. És ott is lövöldöztek, tehát puska lövések dördültek el, akkoriban nagyon sok embert lelőttek a határon, akik át akartak az ült határon jutni. És ugyanúgy, mint később decemberben rájöttem arra, hogy nem lenne érdemes kockáztatni az életemet, inkább visszafordulok. És jól döntöttem ismét, mert alig egy néhány hónap eltelt, és utána szabadon jöhettünk Magyarországra. És a rokonok, magyarországi rokonok mindig panaszkodtak, és soha nem értettem, miért panaszkodnak, mikor annyi mindenük van hozzánk képest, és ők mindig elégedetlenek. És emiatt volt bennem egy hogy én nem akarok egy olyan világban élni, ahol mindig panaszkodnak. És később, amikor már Dél-Afrikában éltem misszionáriusként, hallottam, hogy Tolna megyében lenne egy kis falu, ahol el kellene egy ilyen önfenntartó missziós állomást indítani, és ott vállaltam el. Tehát én igazából Erdélyből, Dél-Afrikán keresztül jöttem Magyarországra azzal az indítatással, hogy itt egy küldetésem van, ugyanúgy, ahogy elmentem Afrikába egy indítatásból, ugyanúgy jöttem Magyarországra, és akkor is úgy képzeltem el, hogy ugyan egy Tolna megyei bázisról, de az egész Kárpát-medencét fogom ezzel a döntésemmel és szolgálatommal képviselni, szolgálni. Hogy kerül a képbe a politika? Politika mindig is érdekelt engem. Mikor fiatal lelkész voltam Arad megyében, lelkészi fizetésből nem nagyon lehetett megélni, nagyon
kevés fizetésem volt, sokszor üzemanyagra volt elég a fizetésem, szorvány településeink voltak, vagy bármit kellett intézni, több kilométert kellett utazni, autót javítani, mert nagyon kátyosak voltak az utak, rossz utak voltak, és mindig ki kellett valamivel egészíteni a lelki tevékenységet, voltam tanár, iskolákban nyelveket tanítottam, zenét tanítottam, hittant tanítottam, és többek között az akkori Jelen regionális napilap megkért, hogy legyek a tudósítójuk, a Körösköznek voltam a tudósítója, és hát újságnál dolgozva közel kerültem akkor a politikához, elkezdett a magyar érdekvédelem érdekelni, és nem sokára meg is választottak, ott a Körösköznek voltam az RMD, akkor csak a RMDSZ volt, nem volt annyira megosztva az erdélyi politikai élet, és ott kezdtem el Arad megyében gyakorlatilag politizálni, sőt ott is voltam megyei képviselőjelölt, csak 2000-ben aztán visszavontam a jelöltségemet, és akkor más irányba indult el az életem. Vállalt politikai szerepet Magyarországon is, hiszen Száraznak volt polgármester. Igen. Mit akart elérni a faluval? Én úgy mentem Szárazdra, hogy említettem, hogy előzőleg Dél-Afrikában éltem. A Szárazdról azt kell tudni, hogy ez egy sváb település, tehát egy kicsit ismét vissza a szászok, svábok, tehát az én életemben ez mindig megjelent. És németül beszélek, szinte anyanyelvi szinten, teológiai tanulmányaimat szinte fele-fele arányban németül és magyarul végeztem, Németországban is tanultam. És ez egy sváb falu, a két világháború között a svábok, a szárazdi svábok között volt egy lelkiébredés. És utána kitelepítették a svábokat, de mind a mai napig a Fekete-erdő alján, Ridlingenben megvan ez a közösség. És nekik mindig szívügyük volt, hogy ott Szárazdon ismét legyen valami lelkiség. Ezért évtizedeken át imádkoztak, meg gondolkoztak azon, hogy valami legyen. És ők is kikerültek Dél-Afrikába. Dél-afrikai misszióról annyit kell tudni, hogy az is német eredetű, tehát német telepesek indították el ott ezt a missziós tevékenységet. És így került képbe akkor a szárazdi németek, a dél-afrikai németekkel, akkor én jöttem képbe, oda kerültem, mondták nekem, hogy lenne ott egy falu Magyarországon, ahol szeretnének valami missziós tevékenységet elindítani, nem vállalod el. Mi úgy mentünk el 2007-ben a családommal Dél-Afrikába, hogyha ott van ránk szükség, én úgy érzem, hogy ott hasznos leszek, akkor akár ott is maradunk. Itthon lezártam mindent, értékesítettünk mindent, semmi kötöttségünk nem maradt, tehát szabadok voltunk olyan szempontból, hogy akár évtizedekre is ott maradunk Dél-Afrikában. Én elég hamar hozok döntéseket, és nem szoktam megbánni. Hát ezt sem bántam meg. Jó döntés volt, nagyon hasznos volt. És hát egy ilyen szép dimbes dombos, KwaZulu-Natalban voltam, én mindig úgy éreztem, hogy félig meddig Székelyföldön vagyok, erdő mellett élek. Így van, egy hét után én már otthon éreztem magam, én így vagyok bárhol. Tehát ha valahol elmegyek egy hét után, mintha mindig is ott éltem volna, tehát nincsenek ilyen problémáim. Igen, ám csak láttam, hogy milyen jó sok misszionárius van Dél-Afrikában, milyen jól meg vannak szervezve ott a dolgok, iskolákban, intézményekben, akár vállalkozásokban is milyen ügyesen szervezik ott az életet. És akkor felmerült bennem a kérdés, hogyha itt a lelki élet és a lelkiség ilyen jól meg van szervezve, mit keresek én itt? És akkor az fogalmazódott meg egy néhány hónap után bennem, hogy azt, amit itt tanultam, és láttam, hogy hogyan kellene csinálni, menjek szépen haza, Kárpát-medencébe, akkor még nem tudtam, hogy Magyarországra, vagy Erdélybe, vagy bárhova. Tehát úgy éreztem, a magyar népemet kell én ezzel az érzülettel és ezzel a hozzáállással szolgáljam. És így jöttem aztán Magyarországra. Jöjjünk a napokhoz.
vissza. Mit szólt, amikor fölmerült, hogy ön legyen a megyei közgyűlés alelnöke? Én készültem erre, számítottam erre. Az az előzménye, hogy már 3 éve legalább járom a megyét, és elkezdtem a KDNP-t szervezni megyei szinten. Több településen, 10-valahány településen szervezeteket hoztam létre, tehát így amellett, hogy Szárazdi polgármester voltam, azért a megyében is nagyon sok felé jártam. A kampányokba bekapcsolódtam, Süli János miniszter úr választókerületében, ott 34 település van, minden településen megfordultam, mindenhol segítettem neki a kampányban 18-ban. Már 18-ban egy kicsit a Potápi államtitkár úr területét is segítettem, főleg azokat a településeket, ami Szárazdhoz közelebb volt. Most az EU-s kampányban még inkább belementem a 2-es választókerületbe is. Tehát ilyen szempontból ismertem a megyét, láttam, hogy mire lenne szükség, és egyre inkább úgy éreztem, hogy ezt a tevékenységemet akkor tudom hatékonyabban folytatni, hogyha egy kicsit a megyei közgyűlésbe is bekapcsolódok, és itt szerepet vállalok. És hát régen is, én azt szeretem, hogyha a dolgok a helyére kerülnek. Tehát régen az volt a rend Tolna megyében sok évig, hogy a párt szövetség alapján az elnök fideszes volt, ők a nagy testvér, és az alelnök az KDNP-s volt. Ez 2014-ben valami miatt, nem akarom ezt firtatni, miatt ez úgy elült, tehát megszűnt, és mindig az volt bennem, hogy ezt helyre kell állítani. És most ez történt, gyakorlatilag helyreállt a rend, fideszes elnöke van a megyének, és annak rendje módja szerint a személyemben KDNP-s alelnöke. Ahogy hallgattam az élete történetét, mindig valamiféle misszió volt benne. Ezt is missziónak érzi? Igen, kimondotta. Hát, mindig vannak vízióim, látásaim, és nagyon erőteljes vízióm, látásom van, tervem a megyével kapcsolatosan is. Azt hiszem, hogy Magyarországra következő években egy megújulás, egy lelki megerősödés vár. Ezt sok oldalról érzem és hiszem. De ez nem úgy jön, hogy mi ülünk és várjuk, és ez bekövetkezik, hanem ezért dolgozni kell. Nagyon nagy lehetőségeink vannak. Egyáltalán az, hogy elmegyek a Fidesz kongresszusra, és azt hallom, hogy a keresztény demokrácia az irány. Országosan sok olyan dolog megfogalmazódik, már a politikai közbeszédben beszélünk, már miniszterelnök úrig lelki ébredésről magyarországi és európai szinten. Magyarország kellene legyen a jó példa abban, hogy a keresztény értékek visszajöjjenek Európába. Ez a 21. századi jövőnk, ez az, ami megtart minket ebben az egész európai felfordulásban, amiben én ebben hiszek. Tehát én ezzel nem úgy vagyok, hogy hát igen, ezek ilyen kampányfogások. Tehát én ezt hiszem, de ugyanakkor tudom, hogy ez egy nagy feladat. Tehát ez nem úgy fog jönni, hogy hát majd valahol. Biztos, hogy sok segítség van, meg sok áldás, ahogy énekeljük, meg be van most már az alaptörvényünkben is építve, hogy Isten áld meg a magyar, de ez egy feladat, hogy áldott nép és áldott nemzet legyünk. És én főleg a példaadást tartom nagyon fontosnak. Tehát a legnagyobb kihívás az, hogy úgy éljünk, hogy példa legyünk mások számára, és inspiráljunk másokat. Reményt hozzunk sok ember életében, hogy igenis tovább kell menni, eredményeket fogunk elérni, a dolgok jó irányba fognak fordulni. Én amúgy
a pozitív gondolkodásnak is a híve vagyok. Tehát azt gondolom, hogy hát miért kellene mindig a negatívumot vizionálni. Mert különben a Szentírás is azt mondja, hogy legyen a te hited szerint. Sajnos sokszor az ember maga ássa a saját sírját azzal, hogy állandóan csak panaszkodik, meg mindig csak a rosszat látja. Hát a jót kell kivetítsük magunk elé, azt kell kövessük, és az fog történni. Nekem ez a tapasztalatom, hogy mikor igenis van egy jó látásom, dolgozok, harcolok érte, akkor igenis el lehet azt érni. Aranyok úr, akkor jó munkát kívánok ez alapján a következő 5 évre. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!